Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Hát, srácok, igazam is volt, meg nem is. Hát, emlékeztek, csináltam volt két videót arról, hogy lehúzom a Star Wars játékot 10 perc alatt. Nem landoltam túl messzire, nagyon negatív fogadtatás kapott mind a két videó, hogy őszinte legyek, de kiálltam a véleményem mellett, és azt mondtam, hogy ha kijön ez a játék, akkor meglátjátok, hogy nem akkora nagy szám, mint aminek látszik. És valahol igazam is volt, ugyanakkor kellemesen is csalódtam. Hogy is tudnám leírni az összképet ennek a Star Warsnak, és igyekszek nem túl spoilerezni a dolgot, hiszen csak most jelent meg a játék, de olyasmi egy kicsit, mint a film, a zsivány egyes, úgy mész be rá, hogy nem tudod, hogy mire számíts, a trailer okés, de nem tudod, hogy mi a történet, jó lesz -e, nem lesz a -e jó, és számomra a zsivány 1-es, egy Star Wars történet, az egy egészen jó film volt a szólóhoz képest, meg úgy a Star Wars utolsó eddigi részeihez képest. Szóval a Zsivány egyes úgy kielégítette mondhatni egy kicsit a Star Wars iránti vágyamat, és ezt el tudom mondani erről a játékról is. Nem tudom számotokra, mit tudott nyújtani a film, a Zsivány 1-es című film, de Különösebben nem kaptam se egy túl jó sztorit, se semmi nagyon extrát, ami egy Star wars nagyon nem lenne benne. De amit kaptam attól a filmtől, az a nagyon szép vizuális effektek, a rengeteg helyszín, a jól kigondolt akció jelenetek, a minőségi, hogy is mondjam, a grafikai design és a többi, és a többi. A történet az az, az, olyan kitalálható volt, leszámítva ugye a leges leg végét, ahol Darth Vader kiírt egy űrhajót, az, az egyszerűen, az, az, olyan volt egy kicsit, mint igazság Darth körülbelül nagyon jó érzés. Na most ilyen ez a játék is. A történet meh. A gameplay, Korrekt, oké, okay. semmi újat nem fog adni, sőt, egy, egy hatalmas keveredése. A, a Tomb Raidernek, az Unchartednek, a, a Dark Souls-nak ez attól függ, hogy milyen nehézségi szintre állított, bár a Dark Souls nehezebb harc téren, és, és netán a Sekiro-nak, ami nem régiben jelent meg, megint csak milyen nehézségi szintre állított. Story szinten a storyt fogod nézni, tényleg alig sebeznek az Enemik, és jó magam, kontrollerrel játszom ezt a játékot, mert szeretnék egy kicsit jobb lenni kontrollerrel, és annyira egyszerű, az egyszerű módokon, hogy még én is kontrollerrel tudtak menni a dolgokon. Az ugrálós részek nem nehezek, a logikai puzzle nem nehezek, szóval semmiféle kihívás nem ad a játék, hogy őszinte legyek, és, és semmi olyan dolgot nem ad, amitől úgy éreznéd, hogy ez a játék különleges fasza. Viszont, amit jól ad, az a nagyon jó vizuális effektek, a gyönyörű környezet, a változatos a bolygók, amazonok bolygóknak hiteles megcsinálása, és ettől úgy érzem magam, mint hogyha tényleg Uh, egy ilyen, hogy is mondjam, idegen bolygókkal lennék. Tényleg a Star Wars univerzumban lennék. Ehhez hozzájön maga a, a, karakter is, hogy van egy lézerkardja. És az, hogy van egy lézerkardja, attól már Jedinek érzed magad. És itt jönnek a dolgok, amit kiemeltem a szétszedem a Star Wars videómba, hogy, és, és nem estem messze a fától, igen, abban igazatok volt, hogy a Jedding az egy padaván, ezért egy skillfán keresztül fog fejlődni, de ettől függetlenül nem. Hmm, Oké, okay, tehát hogy mondjam ezt, hogy ne értsétek félre, ettől függetlenül nem fejlődik ki valami istentelen Jedi vész. Szóval a fája az az olyan nagyszerű lesz, hogy jobban megtanul harcolni, viszont az ilyen falon futás, meg az egyszerű árkok átugrása, nem érzem azt, hogy, hogy egy erős jedi vált volna, aki, aki, mondjuk egy olyan, mint a Force Unleashed-ben, bár a Force Unleashed lehúzták, ahol ugye ott egy szit tanoncal, egy szitta Darth Vader tanoncával uh, harcolunk és megyünk végig a kampányon, na az egy igazi erőt használó szit, vagy Jedi, vagy Hívda, ahogy akarod, uh, volt, és most ne gyertek azzal, hogy a szitek azok jobban kihasználják az erőt, a Jedi is képesek annyira kihasználni az erőt, szóval nagyon lekorlátozták, ebből a szempontból a fő karaktert, akivel ugrabugrász, harcolgasz, le van korlátozva. Mondjuk, hogyha kiteljesedett volna a skillfa, és, és, adtak volna neki valami űver olyan képességeket, hogy azt a mindenét, Uh, akkor, akkor azt mondom, hogy wow, de nem, ugye kicsit megkorlátozták, értem, hogy azért, mert a játékmenet tempója uh, az úgy diktálja, viszont csinálhatták volna a játékot olyanra, hogy a Jedi fejlődése diktálja a tempót, a Force Unleashed ebből a szempontból szerintem fantasztikus munkát végzett. Beszélgessünk egy kicsit a, a nem a storyról nem szeretném lelőni a poént, de beszélgessünk egy kicsit a karakterfejlődésről. És sajna, sajnálatos módon a játék itt is alul marad. Nagyon-nagyon-nagyon ilyen öm, cheesy szövegek vannak, nagyon lusta szövegírás volt, amikor a párbeszédekre került a sor, és a karakterfejlődésre került a sor. Az egyetlen karakterfejlődés, minimális karakterfejlődés ott látunk, amikor konkrétan elosztjuk a pontokat a skillfánkon, és új képességeket tanulunk, meg új harci technikákat tanulunk meg. De de például volt, volt egy olyan jelenet, hogy kell kellett győzni egy ATS-t vagy nem, nem még azelőtt vagy, hogy ja, kérdezte a nőci a főszereplőnktől, hogy ja, hogy állsz most az erővel, mert hogy mondtad volt, hogy néha elveszted a, a, az irányítást az, amikor az erőhöz kapcsolód, és Csávó csak annyit válaszolt, hogy hát inkább nem beszélnék róla. És egy e, ez ilyen karakterfejlődés, tehát legalább mondtak volna, írtak volna oda valamit, hogy jó, igen, már jobban vagyok, mert ezt és ezt megtanultam irányítani, hogy bármi. Szóval a, az összes három főszereplőnek a fejlődése az ilyen kicsit semmit mondó és sehova sem tartó. De megint csak mondom, hogy a játék nem végez rossz munkát. Nem különleges, semmi újat nem hoz, viszont egy jó kikapcsolódás. Nem korlátoz semmiben, nem akadályoz meg, nem tesz különböző falakat, hogy előbb csináld meg ezt ahhoz, annak érdekében, hogy elérhesd ezt grafikailag remekül van kivitelezve, a harc az korrekt és megfelelő kihívás, hogyha nehezebb szinten játszol, story módban, tényleg csak story mód az egész harc, és, és, úgy, úgy összesítve nincsenek vele negatív érzéseim, de ha mélységet keresel benne, azt nem fogod megtalálni. Ha egy könnyed, szórakoztató, esti, laza játékmenetet keresel benne, teljes mértékben meg fogod találni. A dolog az, hogy a Respawn entertainment amit itt sikerült létrehozni, az egy kicsit visszaadni a Star Wars-nak a, a hitet, amitán az EA ennyire tönkretette a, a hírnevét a játékokkal, és maguk a filmek sem voltak túl nagyszerűek ahhoz, hogy Uh, azt mondjuk, hogy a Star Wars-t újra szeretik az emberek, viszont most ez a játék, illetve a Mandalóriai uh, sorozat, ami jelen pillanatban megy, a kettő együtt elkezdte talán újra felépíteni az új generáció játékosainak a Star Wars-t, és ez így rendben van. És ez a játék, ez, ez egy jó kezdet, mert minden új ember, aki új rajongást talált a, a Star Wars-ban, és most találta meg ezt a franchise és ezt a sorozatot, az imádni fogja ezt a játékot. És az igazság az, hogy a, a maguk, a, a kritikák is a játékról meglehetősen pozitívak, viszont egytől egyig mindenki kiemelte azt, hogy semmi különleges nincs benne. És ez így van. Tényleg semmi különleges nincs benne korrektül megcsinált gameplay közepes történettel közepes karakterekkel viszont megállja a helyét a, a Star Wars univerzumba és az elmúlt időknek a, a rosszabb Star Wars hírnevét egy kicsit elkezdi visszahozni és felépíteni és va, én úgy gondolom hogy ezért is fogadták az emberek a kritikusok mindenki viszonylag pozitívan mert már a rajongók ki voltak éhezve egy, egy jó Star Wars játékra, egy jó Star Wars történetre, és, és viszonylag megkapták, viszonylag megkapták, leszámítva azon dolgokat, amiket felsoroltam ezen videó alatt. Úgyhogy, ja, ez, ez lenne az én kis Star Wars értékelőm. 60 eurót, 50 fontot, 60 eurót vagy 50 fontot hol veszed, nem végképp a különböző deluxe ér, 100 eurót, végképp ne ér meg. Isten ments, hogy megvedd ezt a játékot full árban, ha csak annyira türelmetlen nem vagy, viszont kötelezően vedd meg, hogyha leesik az ára, mert élvezni fogod. Ha, nem játszott, ha rég játszottál egy Uncharted, de a rég játszottál egy Tomb Raiderrel, ha szeretnél egy kiváló Star Wars univerzumban lenni, akkor, akkor ez a játék ilyen hármas kombinációja ott van. Ha könnyed gameplayt akarsz, akkor elérheted. Ha kihívást akarsz a harc alatt, akkor azt is elérheted, és az élményedet nagyszerűvé teheted. Hogyha, hogyha gyűjtögetni akarsz játék alatt, hogy kimakszol, kimakszol, furra, akkor azt is megteheted. Ha pedig végig akarsz darálni a történeten, azt is megteheted, és nem állít korlátot ebből a szempontból a játék eléd. Semmit, semmire nem kötelez egy adott pálya alatt. Bóklászhatsz órákig, vagy ledarálhatod a történetekig. És, és ez így rendben van. Nekem ez így rendben van. Szóval, hogyha le lesz akciózva, akkor érdemes kijátszani. Srácok, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok!